10 perc múlva lesz fél nyolc, már is folytatjuk a ma reggelt. Sok százezren vettek részt a nyolcadik békemeneten a fővárosban október 23-án. Sokan azt mondják, ez volt a rendszerváltozás utáni egyik, hanem a legnagyobb politikai megmozdulás. Miközben a baloldal hiába készült tüntetésükre, alig ezren mentek el. Most jön az elemzés, Imre Balás folytatja Fritz Tamással. Jó reggelt kívánok a nézőknek, szervusz Ferenc, így van, az internetes kapcsolás útján van itt velünk Fritz Tamás, a civil összefogásforum kurátora, jó reggelt kívánok, köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. 2012-ben, oh, bocsánat, igen, 2012-ben volt az első békemenet, és azóta megszoktuk, hogy minden ilyen eseménynek van valamilyen fő üzenete. A szervezők szándéka, tehát önök szerint is egyrészt a kormány melletti kiállás, mindig is ez volt a békemenet, de most volt egy olyan üzenete is, hogy a baloldal elleni demonstrációt is fel kell mutatni. Ebből a szempontból hogy értékeli, hogy sikerült ez a békemenet? Hát én azt gondolom, hogy talán ez a békemenet, a nyolcadik békemenet volt a legfelemelőbb érzésű békemenet, tehát olyan közösségi élmény nyújtott, ami talán tényleg az eddigékhez képest is magasabb szinten volt. És azt kell, hogy mondjam, hogy ugye a választásokhoz közeledve nagyon fontos üzenet volt az, hogy nem kívánjuk még egyszer ebben az országban azt a fajta kommunista erőt, amelyik már többször próbálkozott tönkretenni az országot. Fontos volt megmutatni ezt látványosan. Én azt gondolom, hogy a tegnap előtti nap egy hatalmas erődemonstráció volt a nemzeti, konzervatív, keresztény értékrend mellett, és hogyha összehasonlítjuk ugyebár a másik oldal, tehát a balliberális, poszkommunista oldal tüntetésével és annak a létszámával, akkor lényegében véve óriási a különbség a két tömeg között, az, illetve az, a békemenet az tömeg volt, míg a másik demonstráció alig vettek részt, néhány ezren. Tehát itt tulajdonképpen arról van szó, hogy néha a számok számítanak. Sporteseményeken is számítanak a számok, hogy ki a gyorsabb, ki az erősebb, és így tovább. És azért a tüntetések, demonstrációknál is a mennyiség egy fontos tényező. És itt nem, hogy kis különbségek mutatkoztak, hanem nagyságrendi különbségek mutatkoztak meg. Tehát, hogyha mondjuk nem tudom, én a békemeneten 100 ezeren lettek volna, és a másik oldalon 50 ezeren, akkor lehetne sok minden vitatkozni. De itt tulajdonképpen mondjuk ki, hogy százszorosan nagyobb volt a békemen résztvevők száma, hiszen még körülbelül három ezeren voltak a hősök terénél az ellenzéki tüntetők, addig a békemeneten, hát hogy mondjam, alsó hangon is 300-400 ezer ember vett részt. Tehát olyan mértékű a különbség, hogy azt hiszem, ez tényleg egy markáns és egyértelmű erődemonstráció, ami megmutatta azt, hogy ebben az országban ki a többség valójában, és milyen értékrend mentén szeretnének az emberek élni Magyarországon, a jövő évi választások után is. Visszatérünk még majd a baloldali rendezvényre is, de, de egy picit beszéljünk arról, mert nagyon sokan várták Orbán Viktor miniszterelnök beszédét. Hogy értékeli, mi volt a fő üzenet ennek a beszédnek most? Én azt gondolom, hogy két fontos üzenete volt. Az egyik mindenféleképpen az, hogy 1956-os forradalmat összekötötte a 2006-os szörnyű eseményekkel, mert tulajdonképpen be kell látnunk azt, hogy ez a két esemény ugyanarra a kaptafára történt meg, ugyanarra a kaptafára zajlott. A kommunisták 56-ban a szovjet segítséggel, erőszakkal leverték a forradalmat, a szabadság és a függetlenség iránt elindított forradalmat, és 2006-ban sajnos a történelem ismételte magát, hogy a gyurcsányi hazugságokkal szemben az utcára menő Tüntetők, akik szintén szabadságra, vélemény szabadságra és demokráciára vágytak, és azt követelték, újra leverte a posztkommunista politikai erő. Tehát van egy ö, szoros összefüggés 56 és 2006 között, és ehhez tette hozzá azt a miniszterelnök úr, hogy lényegében most harmadszor ott állunk, hogy 2021-ben. A posztkommunista erők még mindig jelen vannak, lényegében ugyanaz a személy, aki 2006-ban leverte a, az emberek tüntetését, ugyanúgy itt van, központi szerepet játszik az ellenzéki oldalon, és ugyanaz a veszély áll fenn, mint tulajdonképpen 56-ban és 2006-ban, hogy harmadszor is megpróbálják leverni a nemzeti szuverenista konzervatív politikai táport és át akarják venni a hatalmat, és ezzel minden elővel föl kell lépti. Ez mindenféleképpen azt gondolom, hogy az egyik fontos üzenete volt a beszédnek. A másik pedig az, hogy úgy mondta a miniszterelnök úr, hogy a magyarok sorsáról csak a magyarok dönthetnek. Ez viszont már nem belpolitikai, hanem Európa felé való üzenet volt, tehát hogy ez az ellenzék, amelyik láthatóan gyenge és szétesett, töredezett, Értékrendjében is széttagolt, lényegében önmagától nem tudná leváltani ezt a, fajta, ezt a, ezt a kormányzatot, ezt, az irányzat, ezt a politikai irányzatot. Azonban a nemzetközi balliberális hálózat, Brüsszel, Washington, a soros hálózat képes arra, képes lehet arra, hogy erőt pumpáljon ebbe az ellenzéki szétesett ellenzékbe, és külső erőkkel próbálja meg. Lényegében véve befolyásolni a magyar belpolitikai folyamatokat. Most ez tehát a másik fontos mozzanat, hogy üzen, üzenetet küldő Orbán Viktor Európa felé és a balliberális erők felé, hogy olyan állapot nem alakulhat ki, hogy nem mi magyarok döntünk a saját sorsunkról, ez így lesz 2022-ben is. Tehát én azt gondolom, hogy ez a két üzenet egyrészt a külföld felé, a nemzetközi erők felé, illetve a belpolitikai viszonyokat illetően egy irányba mutatnak, és Orbán Viktor beszédbe, beszéde kitűnően illeszkedett a békemeretnek a mondani valójához üzenetéhez. Beszéltünk, illetve ön is említette, hogy tartott egy megmozdulást, tehát október 23-án a baloldal is, ahogy ön is utalt rá, ez mind erejében, mind létszámában elmaradt a várakozástól. Ugye még a kormány kritikus sajtó is azt írta és elismerte, hogy Orbán Viktor erőt tudott felmutatni a beszédével és ezzel az óriási tömeggel, míg a baloldal próbálkozás az gyakorlatilag teljes kudarcba fulladt. Ugye volt olyan ellenzéki közszereplőt, itt olvasgattam a véleményeket, aki szerint olyan kevesen voltak a baloldali rendezvényen, hogy hát némi maliciával élve úgy fogalmazott ironikusan, hogy név szerint lehetett volna ismertetni, hogy kik jelentek meg. Yeah, ez itt a választások előtt, vagy a választási kampányra ráfordulva, mekkora jelentőséggel bírhat a két oldal közötti ekkora különbség? Ja, Márki Péter, azt mondjuk el, miniszterelnök, ellenzéki baloldali miniszterelnök jelölt beszédét úgy jellemezte a baloldali sajtó, hogy hát finoman szólva nem ért el katarzist. Igen, azt gondolom, hogy oh, ha már Márkizajt említettük, ugye ő a beszédében mondott egy olyan mondatot, hogy mutassuk meg, hogy mi vagyunk a többség. Na most, hát ezt nem nagyon sikerült megmutatni ezen a napon, mert hát óriási különbség volt a két demonstráció között, tehát ezt nagyon nem sikerült nekik. És hogy miért van ez, hogy miért ilyen kevesen vettek részt az ellenzéki tüntetésen, és miért tömegesen a békemeneten, az szerintem egy dologban kereshető az ok igazából, sok részlet kérdéseket félretéve, az pedig az, hogy a békemeneten résztvevők közös értékrendet vallanak. Megegyeznek azokban az értékekben, amelyeket hittel vallanak. Ez tehát még egyszer a nemzeti szuverenitás, a konzervatív értéken, a hagyományok tisztelete. A kereszténység értékrendjének megőrzése, ez összetartja ezt a tábort, és erőt ad neki. Tehát, ahogy Orbán Viktor is mondta nagyon jól, hogy a, mindenki a áll, mellette állóban megbízhat. Na most én azt gondolom, hogy akik az ellenzéki tüntetésen részt vettek, az a néhány ezer ember, azokról ez korán sem mondható el. Az ő, az ellenzéki tábort nem tartja össze közös értékrend. Nem tartja össze egy olyan közös ö, akarat, ami összehozta volna őket ezen a napon, széttartó erők jellemzik őket, széttartó értékrend, széttartó politika-ideológiai irányzatok. Megpróbálják ezt valahogy összekovácsolni, most éppen Márkizaj Péter által, úgy, úgyhogy Márkizai Péter mindenféle értéket felsorol, amiket val, de valójában, ha valaki ennyi minden értéket valakó, igazából valójában egyiket se valja. Tehát tulajdonképpen én azt gondolom, hogy, hogy egyetlen dolog tartaná össze az ellenzéki tábor, ez pedig az Orbán Viktorral és az Orbán kormányjal szembeni gyűlölet. Na most gyűlöletre megítélésem szerint nem lehet tartósan építeni közösséget. Közösséget közösen vallott értéken, értékrendre lehet építeni, és ezt mutatta meg ez a nap, azt hiszem markánsan, és a másik dolog, amit még engedjem meg szerkesztőről, hogy említsek, hogy a békemenet azt hiszem egy szintet is lépett, mert én korábban is mondtam, hogy Európának üzenünk, hogy ilyen nagy demonstráció is lehetséges Európa közepén a nemzeti és szuverén értékek mellett. Na most oda jutottunk, hogy lényegében véve már ez egy nemzetközi. Tüntetés volt, mert a lengyelek mellett, akik évek óta jönnek, megjelentek ugye az olaszok nagy számban, de az olaszok mellett ott voltak spanyol, bolgár és brit állampolgárok, európai polgárok, akik jöttek, és úgy érezték, hogy a békemenet egy olyan összetartó erő, ami érdemes megjelenniük, mert valóban itt erőt lehet felmutatni Európának. Tehát én el tudom azt képzelni, és, és bízom is benne, hogyha március 15-én egy újabb békemenet jön, akkor már erről beszélhetünk, hogy ez nem pusztán a magyar embereknek a békemenete, hanem mindazon európai polgároké lesz, akik a nemzetben, kereszténységben, konzervatív Európában gondolkodnak. Nagyon jó, hogy ezzel fejezte be, mert a békemenet európai vonatkozásával, vonatkozásaival is foglalkozunk a következő beszélgetésben. Fritz Tamásnak, a Civil Összefogás Fórum kurátorának köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Szép napot kívánunk! Köszönöm szépen, szép napot!